Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. A kérdés az, hogy szerete ő téged, és majd megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt a jóslást, hogy szerete ő téged, hogyan viszonyulj hozzá. A díjam 4000 forint. Indiai asztrológiával együtt 10000 forint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját, és megbeszéljük azt is, hogy mi várható a következő hónapokban, mi az energia, hogy hatnak rátok a csillagok. Itt bal oldalon vannak az ő kártyái, ezzel szemben a tiéd, amennyiben te egy hölgy vagy. Megnézzük, hogy mit mutatnak a képek nála. Itt ez a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt is. Néha jelent mellékutakat. Amit a kígyó még szimbolizálhat, ez egy nő. Vagy, mert van még egy pár kapcsolata, vagy egy nő a múltjából, vagy lehet az anyukája, lehet egy kolléganő is, tehát egy hölgy, aki befolyásolja őt. De nem jó irányba tereli, hiszen láthatóak itt a kövek. Tehát valami blokkolja őt, vagy emiatt a nő miatt vannak nehézségei. De ő eltávolítja a nőt, eltávolítja a köveket, hiszen itt kisüt a nap, tisztázódnak bizonyos dolgok, megvan a kisugárzása, nyíltan, őszintén beszél veled, és itt látható a szív, és ez azt jelenti, hogy ő szeret téged, és itt megvannak a komoly érzelmek, hiszen megbízhatsz benne. Ő áll itt a középpontban, az jelentheti azt, hogy ő kicsit egoisztikus, vagy azt is jelenti ez a kép, hogy ő hoz döntéseket, és eltávolítja a köveket az élet útjából, a problémákat, a nehézségeket, és eltávolítja ezt a nőt, őszinte hozzád, nyíltan fog érzelmekről beszélni. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt láthatóak a te kártyáid. Megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Itt a 10-es szám jelent egy új irányt, egy új kezdetet. Egy új periódus kezdődik az életetekben, de kezdetben vannak még feladatok, vannak még nehézségek, hiszen kezdetben még itt vannak a kövek, amit el kell távolítani az élet útból. Ezek lehetnek problémák, nehézségek, akadályok, esetleg félelmek. Itt vagy látható a képen, mint egy királynő, és uralkodsz. Uralkodsz az arany érmék felett. Ezek lehetnek az anyagiak, a munkád, a hivatásod, de az értékek is, hogy elvárod azt, hogy ő értékeljen téged. Itt lesz közeledés, megvan a bizalom, a nyitottság is, a gyermekek utalnak egy új kezdetre, ugyanúgy, mint a 10-es szám. Itt lezárulnak bizonyos dolgok, én úgy gondolom, itt a problémákról, nehézségekről van szó, ez lezárul, és a háttérben megjelenik ez a lelkész és a gyermek, utal egy új kezdetre, utal az ártatlanságra, és jelenti a hitet is. Ezen a képen a kelyhek láthatóak,
és az jelenti az érzelmeket, itt a múltról van szó, az emlékekről. Gyakran a gyermekkori emlékekről, a szép emlékeket őrizd meg. Az, ami elszomorít, zárt le. Ezt is jelentheti itt a halál kártyája. Persze szimbolikusan itt nem halálesetről van szó, hanem hogy lezáródik valami. Ez a kép is nagyon érdekes. Jelenti a munkahelyet, vagy a tiédet, esetleg az övét. Itt vagy te vagy szorgalmas, és jól végzed a munkádat, vagy ő szorgalmas, és ő végzi jól a munkáját. Itt vannak bizonyos személyek, akik kíváncsiak, tudni akarják, hogy mit hogyan csinálsz, vagy nála, hogy ő mit hogyan csinál, de nem dicsérgetnek, hanem inkább úgy kritizálnak téged vagy őt. Az azt jelenti, hogy igazságtalanságok vannak a munkahelyen, vagy nálad, vagy nála, vagy mindkettőtöknél. Ez is lehet itt ez a nehézség, hiszen ezt el kell viselni. De ez a munkahely, vagy ez a helyzet lezáródik, hiszen a halál kártyája ezt lezárja. A rossz emlékeket a múltból, és az igazságtalanságokat a környezetedben. Itt lesz egy új irány, egy új kezdet, kisüt a nap, ő látni akar téged, kimondja az igazságot, és részéről itt van a szív, és ez a válasz a jóslásra, igen, ő szeret téged. És ez volt a szerelmi jóslás. Örülnék annak, ha leírnátok a kommentárba a véleményeteket, hogy tetszette ez a videó, igen vagy sem. Azt is leírhatjátok, hogy kívánjátok-e, hogy ez a jóslás többször megjelenjen. Azon kívül örülnék annak is, ha lájkolnátok a videót, vagy követnétek a Facebook oldalamon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, két oldalam van. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!